Regőjben van egy rendezvény, ami átvette a gyereknap szerepét, és nem azért, mert esetleg a település önkormányzata spórolni szeretne, hanem mert igény mutatkozott erre, mondta el a szervező. 2007-2008-ban indult először igazi gyereknappal, május végén, ahogy országszerte is szokás, aztán azt láttuk, hogy egyre inkább az egész család eljön, a nagyszülők is elkísérik a gyerekeket, és tényleg egy anyuka szájából hangzott el az a mondat, hogy ez olyan igazi családias hangulatú nap, ezért lett családi gyereknap a neve, és azért tettük át májusról júliusra, vagy a nyárra az időpontot, mert ugye nagyon sok kisgyerek ilyenkor a nagyszüleinél nyaral, és hogy így ők is részt tudnak venni a rendezvényen, és barátokat tudnak szerezni, ismerkedni tudnak egy kicsit, meg ugye ilyenkor van nyári szünet, és mindenki jobban ráér. Első programunk minden ilyen rendezvényen az a habparti, azon részt vesznek mindig a felnőttek is, nem csak a gyerekek. Van homokképkészítés, arcfestés, csillámtetkó, és tényleg igyekszünk a felnőtteknek az igényeit is kielégíteni, ezért most van távirányítós kisautózás. Épp az imént volt egy buborékfoci, amiben részt vett az apukák és az anyukák közösen, és együtt harcoltak a labdáért. A tavalyi évben például volt casting szárazföldi horgászat, tehát igyekszünk minden évben minél változatosabb és újabb programokat idehozni Regőjbe, hogy mindenki minél jobban érezze magát. De körülbelül 100-150 fő, aki részt vesz ezen a rendezvényen évről évre, de nekem nagy örömömre már januárban megkérdezik, hogy Timi néni, mikor lesz a következő családi napotok, mert szeretnénk ott lenni, és szeretnénk részt venni. A Regőért Egyesület már másfél évtizede szorgoskodik azon, hogy kiszolgálja a helyiek igényeit, és ezáltal egy igazán jól működő közösséget kovácsoljanak, ne csak a rendezvények erejéig. Ebben az évben ünnepeljük a 15 éves fennállásunkat, szinte azt mondhatjuk, hogy minden hónapban kitalálunk valamit, szépítjük sokat a falunkat, a Nota Fesztivál szervezésében is ott vagyunk, a családi napon is, és az ünnepkörökhöz kapcsolódóan. 32 fő a létszámunk, itt a 14 évestől egészen a 72 éves korig, és erre én nagyon büszke vagyok, mert 2 éve vagyok az Egyesület elnöke, és azóta több mint 10 csatlakoztak hozzánk. Örülnek a személyes megkeresésnek, ez egy kicsit talán megtiszteltetés érzik, vagy jól esik az, hogy felkész valakit arra, hogy gyertek el, vegyetek részt, és nagyon sok a külső segítőnk, nem csak az Egyesület tagjai részéről. A Facebook és a Messenger ebben a segítségünkre van, és általában ezeken a hírportálokon keresztül megkeressük az embereket, elküldjük a plakátot, megkérdezzük, hogy esetleg valamiben tudná-e segíteni, vagy részt venne benne szívesen, és általában mindig pozitív a visszajelzés. Jó hangulatú beszélgetések kísérték végig a Regőért Egyesület szervezésében megvalósult családi napot, ahol rádióvezérelt modellautók távirányítóját is kézbe vehették azok, akik szerették volna tesztelni, mennyire kontrolláltan tudják eljutatni a bolyák kerülgetésével a járműveket a célig. A Regőért Egyesület, aki a mai rendezvényeket rendezi, a családi napunkat, az azért fontos nekünk, mert főleg a fiatalokat és az idősebbeket próbálja. Másik egyesületeink azok inkább ilyen tematikusan, tehát van egy lovasport egyesületünk, sport egyesületünk, kulturális egyesületünk, ők inkább más jellegű csoportokat tudnak elérni. Az a lényeg, hogy a teljes települést el tudjuk érni az egyesületek révén. Az egyesületek munkáját főleg technikai eszközökkel, illetve anyagiakkal, tehát ez az, ami a mi lehetőségünk, illetve az önkormányzat a szerény humán erőforrásával is minden egyesület mögött áll. A rendezvény résztvevőit a tikkasztó hőség sem riasztotta el attól, hogy kipróbáljanak egy olyan sportot, melyben a csapatok összemérhették taktikai tudásukat is. A buborékfoci az egy nagyon érdekes közösség összekovácsoló kis történet, főleg a gyerekeknek, de most kipróbáltuk mi is, talán még látszik a nyoma. Látni nem lehet benne semmit, nagyon meleg van benne, főleg ilyen 40 fokos időben, de ez is közösségépítők is történet. A szervezők ebéd és jégkrémjeggyel is szolgáltak a résztvevőknek, melyet az önkormányzati helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatásából tudtak biztosítani. A gyerekeket ingyenes ugráló várt, csillámtetoválás is várta.